Na most, el is kaptam. Pirítós kolbász és tojás. Készül a reggeli a bátaszéki óvoda egyik csoportjába. Egy másik szobában kirakóznak, vagy éppen óriás legó lézerfegyvert építenek. Jó környezet, jó társaság, sok játék, és barátságos óvónénik várják a beiratkozókat. Óvodánkban április 20-án és 21-én lesz a beiratkozás, reggel 8 és 16 óra között várjuk a szülőket. Úgy gondoltuk idén, hogy lehetőséget adunk a szülőknek a személyes találkozásra, a személyes beiratkozásra, illetve aki úgy gondolja, kitölthet egy erre vonatkozó papírt, amiben feltünteti azokat az adatokat, amelyek szükségesek a gyerekek beírásához. Június elejére tervezünk egy találkozót a leendő kis csoportosokkal, illetve szüleikkel. Itt lehet találkozni az óvónőkkel, a csoportokat meg lehet tekinteni, tehát a személyes találkozás azért nem kerülhető el, csak egyelőre, aki kicsit óckodik még ettől, hogy bejöjjön az óvodába, van erre mód. Viszont aki úgy dönt, hogy bejön, lehetett kérni időpontot, tehát nem lesz sok várakozási idő, illetve csak úgy lehet bejönni az épületbe, ha a járványügyi szabályokat, előírásokat betartjuk. Tehát maszkot kell felvenni, kezet kell fertőtleníteni, és egy-két ember jöhet csak be. Bölcsödénkben is lesz beiratás, oda is várjuk a gyerekeket. Két csoportot tudunk indítani, az egyik csoportba a kisebbeket tudjuk elhelyezni, a másik csoportba pedig a két éves, két és fél éveseket, tehát ide is várjuk a szülőket. És hogy kiket várnak? Azoknak a gyerekeknek kötelező szeptember 1-jével óvodába járni, akik ez év augusztus 31-éig töltik be a harmadik életévüket. De ettől függetlenül várjuk azokat a gyerekeket is, illetve a szülőket, akiknek a gyermeke majd év végén tölti be a 3 évet, illetve 2,5 éves lesz. Ha nem is szeretném még, hogy szeptembertől a kicsik, tehát a 2,5 évesek óvodába járjanak, de mindenképpen jó lenne, hogyha az előjegyzést megtehetnénk. Lehetőség van május 25-éig a szülőknek a járási kormányhivatalhoz beadni egy kérelmet arra vonatkozóan, ha esetleg a gyermek sajátos helyzetéből vagy a család sajátos helyzetéből adódóan szeretné még, hogy egy évig otthon maradjon a gyermek. Erre van lehetőség a kisgyerek 4 éves koráig. A 2021-22-es nevelési tanévre 70 szabad helye van az intézménynek, amit az igazgató szerint be is töltenek az újonnan érkezők, így ismét 9 csoporttal vághatnak neki majd a tanévnek. Óvodánkban jobbára vegyes csoportok indulnak ősztől, de van lehetőség egy tiszta kis csoport indítására is, úgyhogy aki úgy gondolja, akkor megteheti majd a jelzést, hogy ő ebbe a kis csoportba szeretné iratni a kicsikéjét. Ezekben a csoportokban a 3-tól 6-7 éves korig megtalálhatóak a gyerekek. Különböző elosztásban előfordul, hogy a középsősök vannak mondjuk túlsúlyban, vagy néhány nagy csoportos, akkor ez ilyen nagy középső csoport. Tehát bármelyik életkorú kisgyerek megtalálható a csoportban. A szociális tanulást nagyban tudja segíteni az, hogy mondjuk a kisebb látja, ellesi azokat a szokásokat, azokat a formákat, amiket már egy nagy csoportos mondjuk tud, megtanult, és utánzással gyorsabban elsajátíthatóak, akár az étkezést, ha tekintem, vagy bármi, ami az óvodai élettel kapcsolatos. Vannak, akik óckodnak ettől, ezért van lehetőség azonos életkorú csoport kialakítására. Ennek is megvan az előnye, az, hogy ugyanazokat a dolgokat lehet a gyerekeknek, nem kell úgymond annyira differenciálni, bár kell mindenképpen, mert hiszen különböző fejlődési üteműek a gyerekek. Hát mindegyiknek van előnye, hátránya, ki hogyan fogja fel. Tehát a beiratkozás április 20-án és 21-én reggel 8 és 16 óra között zajlik majd a bátaszéki mikrotérségi óvoda és bölcsödében.